Köszöntök mindenkit a Nézőpontban, a Székelyhon TV műsorában, ahol képbe helyezünk mindenkit az erdélyi valóságról. Olyan témákat érintünk és feszegetünk, amely valamennyiünk életét érinti, amely az erdélyi valóságról szól. Kiváló személyiségekkel, szakértőkkel feszegetjük ezeket a témákat lazán, közérthetően. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm mai vendégünket, Molnár Géza kolozsvári virológust, járványügyi szakértőt, és ez alapján már valamennyien sejthetik, hogy milyen témáról lesz szó, a koronavírusról, valamint az elmúlt hónapokban az egész világon elterjedt járványról. Köszöntöm doktor úr, és nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és hogy elbeszélgethetünk erről a témáról itt a Szamosparton. Én is köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat, illetve a nézőket. Az új koronavírus felbukkanását ugye először 2019. december elején jelentették be a kínai Wuhanban, és az első európai esetet Franciaországban regisztrálták még januárban. És azután terjedt el a kontinensen és Európában és az egész világon. Ugyanakkor spanyol kutatók már 2019. márciusában gyűjtött, Barcelonában, szennyvízben gyűjtött mintákban is kimutatták a COVID-19 jelenlétét. Ez azt jelenti, hogy már korábban is itt élt közöttünk a koronavírus, csak mi nem tudtunk róla? Ami a mostani koronavírust, az új koronavírust, ezt az úgynevezett SARS-2-s koronavírust, aminek a megbetegedését COVID-19-nek nevezték el, ugye ezt úgy, ahogy ön is mondta, gyakorlatilag 2019. decemberében vették észre egy wuhani területen, Hubei tartományba, Kínába, ahol furcsa, tüdőgyulladásos eseteket jegyeztek halmozottan. Ők nagyon hamar sikerült kimutatni az etiológiát, tehát a kórokozót, a vírust izolálni, úgyhogy már januárban teljes genetikai állományát és jellemzését kimutatták. Na most, ami a 2019-es, én is olvastam a jelentést, elsősorban ez egy újságban jelent meg, tehát nem egy tudományos folyóiratban. A lényege az, hogy hát kaptunk valami koronavírust, nem mondták azt, hogy a koronavírus kettőst kapták, tehát ezt az új vírust, hanem koronavírus családját a szennyvizekből izolálták, és még marad továbbra is kutatási téma azt, hogy megállapítsák, hogy van vagy nincs. Tehát ne tévesszük össze az úgynevezett SARS-2-s mostani új koronavírust az előző koronavírusokkal, mert annak ellenére, hogy egy vírus családba tartozóak, de semmilyen különösebb hasonlóságot nem mutattak eddig. Majd a SARS-1-re és a MERS-re még visszatérek egy mondatba később. Igen. A mostani, az tény, hogy a mostani világjárvány során már világszerte több mint 10 millióan megfertőződtek, és több százezerre rúg a halálos áldozatok száma. Ugyanakkor bizonyos szakértők, és itt elsősorban például hálózatkutatókra gondolok, ők azt mondták, hogy gyakorlatilag már korábban, hónapokkal ezelőtt megjósolták, vagy előre látták azt, hogy emiatt a mostani pandémia miatt már márciusban leáll az élet világszerte. Virológiai szempontból volt valamilyen előjele annak, hogy ez a koronavírus típus, ez ilyen járványt, ilyen pandémiát fog okozni? Tehát gyakorlatilag a tudományos világ és a járványügyi előjelzés az 100%-osan csak az influenza vírusokra vonatkozott. Sajnos, mivel említettem az előző két járványt, ami ténylegesen járványos formában jelentkezett, nem véleményem szerint nem fordítottak megfelelő odafigyelést és követést ezekre az úgynevezett koronavírusokra. Tehát az, hogy márciusban előrejelzésként
ismétlem még egyszer, mindenki influenzára számított. Több influenza vírus altípus, a H5N1-es, a H7N5-ös vírusok jelentkeztek sporadikus, tehát egyedi esetekben és kisebb gócokba. Elsősorban a szárnyasoktól származóan, ezért az influenza szempontjából mindenképpen számítottunk egy világjárványra. Sőt, mostani legújabb hírek szerint még nem is kizárt az, hogy ez is be fog következni. Ami a SARS-2 koronavírusra utaló előrejelzés volt, ezt furcsának tartom, ugyanis senki tudományos világban ilyen előrejelzést nem fogalmazott meg, tehát inkább azt, hogy márciusra beáll egy olyan helyzet, ami bénítja a társadalmi életnek minden szinten. Ugye ez bármilyen légúti vírusfertőzésre, amelyik járványosan jelentkezik, azt előre látható volt, mivel a szezonnak a vége, a légúti fertőzések szezonjának a maximális szakasza, a február-márciusi szakasz, amire ismétlem még egyszer influenzára számítottak, de koronavírusra sajnos nem. Ugye az eredeti, tehát a vírus eredetéről úgymond már beszéltünk, nagyon sok elmélet elhangzik ennek kapcsán is. Ugye persze a kutatók túlnyomó többsége azt mondja, hogy természetes úton jött létre ez a koronavírus. Vannak azonban, akik azt mondják, hogy ezt mesterséges úton, laboratóriumban állították elő. Önnek mi a véleménye ezekről az tehát elméletekről? Tehát meggyőződésem személyesen, és nem egyedül vagyok a világon, nagyon sok kutató ezt mondja, természetes úton kerülnek át ezek a vírusok az állatvilágból, tehát úgynevezett állatvírus fertőzésből. A genetikai adaptáció és alkalmazkodás folyamatában arra a szintre, hogy képes legyen az embert megfertőzni. Románia hogyan áll ilyen tekintetben például más európai országokhoz képest? Ugye ismerjük, hogy Olaszországban, Spanyolországban ott sokkal súlyosabb volt a járvány lefolyása. Romániában az elejétől kezdve gyakorlatilag, mivel felkészületlenül kapott nagyon sok szempontból, az egészségügyi ellátás szempontjából, attól félve, hogy meghaladja az esetleges kiugrás az ellátó rendszernek a szintjét és a lehetőségeit, nem beszélve arról, hogy a védelmi felszerelések az egészségügybe, a kórházakba nem voltak biztosítottak. Régi kórházaknak a legtöbbjébe ugye a különböző elővigyázatossági szabályokat szinte lehetetlen volt fizikailag, mint védőmaszkok is hiányoztak. Igen, és más azon kívül nem volt meg a tesztelési lehetőségünk, tehát a diagnosztikai lehetőség, azt, amit az Egészségügyi Világszervezet egy eléggé nehézkes diagnosztikai lehetőség szempontjából javasolt. Ezért természetesen nagyon megfelelő volt az, hogy az első pillanattól kezdve eléggé drasztikusan beavatkoztak az adminisztráció szempontjából rendelkezéseknek a szintjén. A probléma csak az volt véleményem szerint, és szintén nem vagyok egyetlen ezen a véleményen, az, hogy túl sokat tartott. Tehát ebből a szempontból ismétlem még egyszer, Románia jól áll, viszont a elengedhetetlen szükség lett az, hogy a korlátozó intézkedéseket ne vezessék, vagy ne szigorítsák újra, csak enyhén, és bizonyos területekre koncentrálva, mert nem egyforma a megbetegedések számának az eloszlása Románia szintjén. Bánság szinte mentes ettől az utólagos kiugrástól. Észak-Erdélyben szintén jó a helyzet, Besztercen-Aszód megyében még gócokat mutatnak ki, de azon kívül nagyon jó a helyzet. Közép-Erdélyben, illetve az úgynevezett közép-régióban is, Hargita megyét ne felejtsük el, hogy egy hónappal, 5 héttel később lépett be a járvány jelentkezésébe és a mérésébe.
és a szűrés is például ott sokkal jobb, tehát már a tünetmenteseket is kivizsgálják fertőzés szempontjából, tehát ezért van pillanatnyilagosan nekik is egy kiugrásuk. De itt elsősorban Romániában, Prahova völgyébe, Prahova Dömbovica megyébe, Szucsáva az elejétől kezdve nagy kiugrással volt, de magas Botosán és Jas megye is, és azon kívül felzárkozott még a Buzău, Galac, Brăila, Vrancea zóna. Tehát itt ide kell koncentrálni pillanatnyilag, én meg vagyok győződve arról, hogy gyakorlatilag ez a járványos kiugrás is enyhülni fog. Mivel magyarázható az, hogy miközben nagyon sokan tünetmentesen átesnek ezen a fertőzésen, tehát jóformán észesen veszik, vagy legfeljebb egy influenzához hasonlítható tüneteik vannak, más esetben fiatal, egészséges emberek esetében súlyos szövődményekkel járhat, akár elhalálozáshoz is vezethet. Az orvostudomány hogyan látja, mennyire ismeri ezt a vírust és ennek a vírusnak a hatásait? Tehát ez az úgynevezett patogenetikai probléma, tehát az, hogy mit okoz gyakorlatilag a szervezetbe a vírus. Hál' Istennek ez a vírus is, annak ellenére, hogy hamar és gyorsan terjed, de ez a vírus is nagy százalékban, messze 50% feletti tünetmentes fertőzést ad. Nem hordozást, vírushordozás létezik az orvostudományban, de nem tartozik a légúti fertőzések szempontjából, hanem tünetmentes fertőzés. Az, hogy mi történik a szervezetben, mennyire mély és mennyire súlyos a szervezetre kifejtett hatása, ezt természetesen még nagyon sok kérdést tartalmaz. De tény és való, hogy az egyéni válaszkészség itt már sajnos lebontódik arra a bizonyos egyéni válaszkészségre, ami a súlyos eseteket okozza, és ami a tulajdonképpeni elhalálozást eredményezi. Azon kívül, hogy 76%-a az elhultaknak 60-65 éven felüliek, tehát idős korosztálynál komplikációs a fertőzés. Ezen kívül 96%-ba kimutatható krónikus, tehát idült megbetegedés az illető személyeknél, akiknél elhaltak. Azok az esetek, ahol sajnos tragikus módon fiatalabb korban történt meg elhalálozás, sem Romániában, sem a világon az egyelőre bejelentett esetek szempontjából nem jelentenek túlsúlyos részarányt. Tehát nem beszélhetünk arról, hogy a fiataloknak a fertőzöttsége mennyire súlyos, vagy mennyire nem. Tény és való, hogy egy olyan tüdőgyulladásos állapotot okoz, amiben gyakorlatilag megdagadnak, megduzzadnak, begyulladnak a kis hörgök, megtelnek váladékkal az acinuszok, a tüdőzsákocskák. Ezek nyomják a tüdőzsákocskákba azokat a vérereket, amelyeken keresztül tulajdonképpen az oxigéncsere, illetve az elhasznált levegő, a széndioxid kibocsátása vérből megtörténik. Tehát a nyomás miatt stagnáló vér úgynevezett véralvadási gócokat okoz, ami gyakorlatilag légzés elégtelenségi és keringés elégtelenségi zavart okoz és halálhoz vezethet. Elsősorban pszichikai szempontból megviseli az emberiséget, úgy a korlátozások miatt, mint a félelem miatt. Itt szeretném kihangsúlyozni viszont azt, hogy még egyetlen járvány se a világon, az ismert történelemben nem okozta a világ végét. Ez se fogja azt okozni, és a kérdésre is válaszolva, nagy valószínűség szerint ez a járvány is, ez a világjárvány is, lassan átalakul egy szezonális járványra, tehát a
tulajdonképpeni második hullámra valahol majd ott december-januárba lehet számolni, még akkor is, ha esetleg az iskola kezdések után mondjuk megugrik két hétre, három hétre rá az esetszám, mivel a gyerekek, hál' Istennek, a légzési kapacitásuk és a fiatalságuk is, immunválasz készségük, védekező készségük szempontjából egyelőre úgy néz ki, hogy védettek, ezért legrosszabb esetben az történhetik, hogy a vírust hazaviszik a közösségből az idősebb személyeknek, nagytatáknak, nagymamáknak, vagy idősebb gondozóknak. Erre számítsunk, doktor úr, hogy körülbelül a tél folyamán következik el a második hullám? Mert nagyon sok feltételezés elhangzik ennek kapcsán, hogy vajon például itt nálunk Romániában mikorra várható ez? Minden előrejelzés azt mutatja, hogy szezonálisan fog előfordulni. Természetesen ez függ a légúti vírusos fertőzéseknek a szezonjától is, ugyanis ez már időjárási körülményektől, agglomerációs körülményektől, szociális mobilitás körülményeitől is függő. Tehát megtörténhetik az, hogy úgy, ahogy mondtam, iskola kezdés szempontjából két-három hétre rá jelentkezhet, de nem járványos kiugrással. Minden valószínűség szerint Románia szintjén december végén, január-februárban fog újra jelentkezni nagyobb esetszámmal. Reméljük, hogy nem párhuzamosan az influenzával, hanem egyszer jöjjön az influenza szeptember-októberbe, és aztán hagyjon békét decemberbe, ha újra jön a koronavírus járvány. És hogyha már ezt említette, hogy hagyjon békét, mikor szabadulunk meg vajon a koronavírustól? Ugye úgy tűnik, hogy oltóanyag hiányában egyelőre még sokáig együtt kell élnünk ezzel. Ön szerint mikorra gyárthatják, mikorra dolgozhatják ki az oltóanyagot, és mikorra várható az, hogy ez eljut ide hozzánk is majd az országba? Tehát az, hogy mennyit fogunk együtt élni ezzel a koronavírussal, tehát evel az új SARS-2-es koronavírussal, egyelőre még nehéz megjósolni, de minden esetre egész biztosan nem szabadulunk meg ebbe a szezonba. Tehát se ebbe az évbe, se a jövő évbe. Na most természetesen mindenki a gyógyszertől és az oltóanyagtól várja a csodát. Az egyik dolog az, hogy gyógyszer szempontjából történtek előre lépések, és nagy pénzekkel, nagy finanszírozással működnek azok a kutatólaboratóriumok, amelyek gyógyszert kutatják. Több ország is mondta, hogy több dolgoznak rajta. És több helyről jelentették be, de olvastam az Egészségügyi Világszervezetnek egy összesítő jelentését. Egyelőre még egyetlen egy gyógyszerről se bizonyosodott be az, hogy gyakorlatilag a koronavírus ellen irányul. Az oltóanyag szempontjából, hát itt sok a reklám és sok a gazdasági és kereskedelmi érdekeltség. Természetesen bejelentették azt, hogy hát egy hónap alatt, két hónap alatt beindul az oltóanyaggyártás, stb. Nem áll. Tehát az oltóanyaggyártásnál klasszikusan éveket is eltarthat, addig, ameddig egy új oltóanyagot előállítunk. Ezért inkább egyelőre tartsuk be azokat a viselkedési szabályokat, és ezt kihangsúlyoznám, ami abszolút szükséges arra, hogy egyéni szinten csökkentsük, 100%-osan elkerülni nem lehet, de csökkentsük azt a lehetőséget lényegesen. Tehát elsősorban azt az úgynevezett fizikai távolságtartást, a tömegeknek a felesleges látogatása, a tömegekbe vagy több zárt helyiségbe, több személy jelenlétében a maszk viselése és a kézmosást, amit mindenki el tud végezni, ahányszor csak lehet, ha nem máshol mosdótálba,
esővízzel, de akkor is vagy lehet. Vagy akár házi szappannal, az is avval is lehet kézmosásra alkalmas lehetőséget kapni. Tehát viselkedési forma gyakorlatilag nagy részt elkerülheti pillanatnyilag azt, hogy fertőzötté váljunk, és esetlegesen időskorba vagy betegeknél súlyos fertőzést, sajnos néha halálos esetet okozzon. Igen. Ön járványügyi szakértőként találkozott-e már, szembesült-e már személyesen az úgymond vírus és járványtagadókkal? Tehát az erdélyi magyarok körében is nagyon sokan vannak, akik azt állítják, hogy ők bizony nem hisznek abban, hogy egyáltalán létezik a vírus, vagy ha létezik is, akkor itt nincs járvány, feleslegesek az óvintézkedések, és különböző összeesküvés elméletek léteznek arra, hogy miért is vezetett oda világszerte, hogy ilyen korlátozó intézkedéseket foganatosítsanak, a gazdaság is megsínylette ezt, sokan például a gyógyszeripart látják e mögött, de még sorol hatnám, hogy milyen konteókat gyártanak egyesek. A felmérések mutatják, hogy az erdélyi magyarok azt hiszem egyharmada nem hisz a vírusban. Ön hogy látja ezt a kérdést járványügyi szakértőként? Tehát sajnos a vírus létezik, és jobb bizonyság, mint a hatalmas számú megbetegedés és elhalálozás, sajnos ezt bizonyítja, hogy létezik. Az, hogy az egész világon elterjedt, ez szintén bizonyított, mert nem kitalált valami, ugye? Tehát a világjárvány létezik, a tagadása és a bagatelizálása az kimondottan sajnos sok kereskedelmi céllal, illetve nagyon sok esetben politikai vitázás és konkurencia miatt történik meg. Azt, hogy egyikről a másikra hárítjuk a felelősséget. Politikai háttérről is beszélt, ugye a román kormányt is nagyon sok bírálat érte, amiatt, hogy esetleg manipulált a fertőzöttek számának az alakulásával. Lehet ezzel manipulálni, például a tesztek számának elvégzésével? Nézze, erre többek között pontosan Rafila professzor, Román Mikrobiológiai Társaság, tisztelek és jó barátom, mondhatom. Tehát ő hívta fel a figyelmet erre, hogy szükséges kihangsúlyozni. Maga a tesztelés szempontjából kizárt dolog. Tehát képzeljék el azt, hogy délután 2 órától délután 5 óráig 100 laboratóriumból futnak be 42 megyei egészségügyi igazgatósághoz a jelentések. Ennyit teszteltem, ennyi pozitív, ennyi ez, ennyi az. Túlzottan, adminisztratív szempontból túlzottan, túl sok adatot kérünk, ugyanakkor koncentráltan a laboratórium más helyre is le kell jelentse, tehát az úgynevezett helyi sürgősségi tanácshoz, a prefektúrára le kell, tehát a bürokrácia olyan nagy, hogy szinte lehetetlen az, hogy pillanatok alatt feldolgozzák, ezért is történik az, hogy körülbelül 10 órakor jelenik meg az intézetnek az összesítése, és 1 órakor másnap jelenik meg a belügyminisztériumnak az összesítése. Tehát itt manipulálni nem lehet. Ott, hogy őszinte legyek, ott, hogy mi akkor, amikor bizonyítani akartunk a parlament, egyes parlamenteri frakcióknak, hogy igenis a korlátozások még szükségesek, és a meghosszabbítás veszélyhelyzet létezik, és hirtelen megemeltük a 4-5-6 ezer tesztelésről 11-12 ezerre, lassan megengedtük azt, hogy a kórházakba, ott, ahol készülék rendelkezésükre áll, egészségügyi személyzetet, kockázatnak kitett beteget, még akkor is, ha tünetmentes, szűrjenek. Amikor masszívan bementünk
tünetmentesekhez is szűrésre úgy krónikus idős ellátó intézményekbe, mint gyerekintézményekbe. Ugye normális, hogy a nevetségesen kevés százalékban jelenő pozitivitás, ami 1-2% között volt, még akkor is, mikor a járványgörbe meredeken felfelé ment, megugrott a 3-4, sőt egyes napokon 5%-os pozitivitási tesztelésre is. De ez nem manipulálásnak a problémája, hanem az, hogy akaratlagosan, de ugyanakkor felszereltség szempontjából fejfejlődötten, hiszen ismétlen még egyszer 100 vagy 110 laboratóriumban tesztelnek, ugye? Bizonyíték az is, hogy abban a pillanatban, amikor szombaton, vasárnap a magánlaboratóriumok nem dolgoznak, vagy a megyei egészségügyi igazgatóságokban levő laborok se dolgoznak, akkor általában kisebb az esetszám. Hétfőn, kedden, kedre megugrik megint. Tehát itt nem manipulációról van szó, hanem arról a hatalmas információ özönről, ami begyűl és összegyűl, amit természetesen lehet felhasználni ügyesen meggyőzési célokra is. És ha már egészségügyi ellátás, ön szerint indokolt volt a járvány idején felfüggeszteni bizonyos egészségügyi ellátást, tehát különböző betegségekben szenvedő páciensek esetében, hát főleg a krónikus betegekről van szó, akik nagyon sokszor nem részesültek egészségügyi ellátásban, tehát ezt hogy lehetett volna másképp megcsinálni, vagy megoldani? Tehát utólagosan vagy kispadról könnyű tanácsot adni, ugye? Kétségtelenül, hogy véleményem szerint baklövés volt az, hogy egész megyei kórházakat alakítottak át úgynevezett elsővonalú Covid kórházakká. Ott van például, nem tudom, mit mondjak hirtelen, a Kovászna, a Sepsiszentgyörgyi kórház. Van. Nem lett volna szabad, csak a jogilag különálló, jól felszerelt fertőző kórházakra korlátozni első lépésként. Második lépésként gyakorlatilag, mivel veseellátó intézményt is kellett volna, vagy a tüdőkórházakat kellett volna másodszorba mozgósítani, hogy úgy mondjam, tehát szabad ágyellátást biztosítani, és azon kívül a tünetmenteseknek és az elfekvőknek, akár kisebb kórházaknak a belgyógyászati osztályait is. De ismétlen még egyszer, akkor nagy volt a bizonytalanság, nagy volt a tudományos tudatlanság, nem adminisztratív tudatlanság, hanem a tudományos tudatlanság. Ezért az volt a hirtelen ijegységbe a cél, hogy minél masszívabban szabadítsuk fel az ágyat, ürítsük ki a kórházakat, mert jön a hatalmas nagy járvány. Ismétlen még egyszer, így volt, nem volt helyes, mert viszont számtalan intézmény, például a Kolozsvári Onkológiai Intézet nem szüntette meg egy pillanatig se a betegellátását, minden olyan esetben, ahol napok vagy hetek kérdése, ugye egy betegnek az élete, vagy az élet minőségének a romlása, ugye? Viszont nagyon sok helyen a tiltó intézkedések miatt úgy vették azt, hogy gyakorlatilag krónikus beteg, üljön otthon, telefonon, tárgyaljon a családorvosával, és aztán azon kívül majd meglátjuk, hogy mi lesz. Én nem látom pillanatnyilag még az elhalálozási mutatókat, igaz, hogy még nincs meg csak április közepéig, tehát az első trimester, de nem kiugrók még az elhalálozási mutatók. Egyesek azt tartják, hogy bizony sok olyan beteg, akinek szüksége lett volna ténylegesen az orvosi ellátásra, súlyosbodott az állapota, és az életkörülményei romlottak.
sajnos majd meglátjuk a következő időszakban, a felmérésekből. Reméljük, hogy nem is lesznek súlyosabbak ezek az esetek és ezek a mutatók. Doktor úr, én nagyon szépen köszönöm a segítségét és azt, hogy átbeszélhettük ezt a valamennyiünket érintő témát. Biztos vagyok abban, hogy sok kérdést sikerült tisztáznunk és sikerült felvilágosítani a közvéleményt. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, és köszönöm a nézők figyelmét is. A Nézőpont a következő adása szintén érdekes témát fog taglalni. Viszontlátásra! Viszontlátásra, és én is köszönöm a meghívást! Köszönöm!